Nagyon szerelmesek voltunk, megismerkedésünk után 3 héttel már megkérte a kezemet. Arról ábrándoztunk, hogy együtt szolgáljuk Istent, valami világméretű zenei szolgálatról. Nagy reményekkel indult a házasságuk, de a munka és a család napi gondjai megtépázták a kapcsolatot. A nagy álmomból, hogy majd az Urat dicsőítve együtt beutazzuk a világot, semmi sem lett. Szerintem minden csalódottságomat és fájdalmamat Petre borítottam, mert magamban őt hibáztattam az elveszett álmokért. Nem igazán érzékeltem, milyen rosszul is állnak a dolgok. Egy pontig úgy voltam vele, hogy minden jó, amennyire csak lehet. Ez így van rendben, ilyen a házasság. Kezdtem a gyerekekre koncentrálni, és a férjemmel való kapcsolat inkább egy üzleti együttműködés volt. Pat egy gyülekezetet pásztorolt Alaszkában, és Gail volt a dicséretvezető, de hogy a szolgálati felelősség erősödött, nőtt a feszültség. Folyton kényszert éreztem, hogy pásztorként tökéletes házasságom legyen. Példaképek vagyunk. Ha egy pásztor házassága tönkre megy, új foglalkozás után nézhet. Pat és én még egy szobában sem lehettünk együtt veszekedés nélkül. Folyamatosan cívottunk valamin. Én laktam a földszinten, ő az emeleten. Találkoztunk a konyhában. Megbeszéltük, amit muszáj volt, aztán éltük a saját életünket. 23 évig csak a kötelező minimumra hajtottak, de egy nagy veszekedés után, azon a napon, amikor a lányuk főiskolára ment, Gail azt mondta Patnek, hogy elege van. Minden, amit tettem, az a gyerekekért, vagy a férjemért volt, vagy a gyülekezetért. Úgy éreztem, hogy kiüresedtem. Már nem vagyok önmagam többé. Nem akartam folytatni. Nem akartam a házasságot. Nem akartam pásztorfeleség lenni. Elegem lett. Ez volt a mélypont, mert én végig szerettem a feleségemet. Nem akartam véget vetni a házasságnak és kitenni a családomat egy válásnak. Akkor meghallottam Isten hangját, azt mondta, gyere hozzám, és én meggyógyítalak. Erre azt mondtam, meggyógyítani engem? Miért pont engem? Nem engem kell meggyógyítanod, hanem a feleségemet. Pat mégis megadta magát Istennek, és megtalálta gyógyulását, elment egy helyi keresztény íróhoz és tanácsadóhoz. Elkezdte olvasni a könyvét. Abból a könyvből megértettem, hogy meg kell bocsátanom. Hogyha engedelmeskedni akarok Jézusnak és Istennek, akkor meg kell, hogy tanuljam, hogyan kell szívből megbocsátani. Nem csak a feleségemnek, hanem mindenkinek, aki megbántott az életben. Elkezdtem imádkozni érte, amit nem igazán gyakoroltam a házasságunk alatt. Amíg ugyanis meg voltam keseredve, nem imádkoztam érte, mert a keserűség megakadályozta. Most, hogy volt már némi támogatás mögöttem, elkezdtem imádkozni érte, valahogy így. Igen, így imádkoztam. Jézus nevében. Sátán, engedd el a családomat. Engedd el a feleségemet. Takarodj innen és hagyd el. Néha éjszaka bementem a hálószobába, lefeküdtem az ágy mellé a földre, és imádkoztam. Csendben imádkoztam, hogy ő ne hallja, de Isten hallotta. Nem sok időbe telt, hogy Gail észrevegye, Pattel történt valami. Már nem volt élvezet veszekedni vele, mert nem tudtam őt belevinni a vitákba. Megkérdeztem hát, mit csináltál? Olyan más vagy. Nagy szabadságot adsz nekem, ami jó, mert erre van szükségem, de valahogy más lettél. Mi folyik itt? Beszéltem neki a megbocsátásról. Mondtam, hogy sok mindenben meg kell, hogy változzak. Nem róla van szó, hanem rólam. Isten dolgozik rajtam, és én megteszem, amit kell. Sokáig próbáltam helyrehozni a dolgokat saját erőből és akaratból, de most azt tanulom, hogyan mehet ez az ő szellemével. Csak ez működött. Gail is kereste Istent, megpróbálta megérteni a megbocsátást ebből az új szemszögből. Mindazokról a dolgokról, amikbe az évek során kapaszkodtam, és mindarról, ami velem történt, rosszul gondolkodtam. Rosszul láttam, hogy mi volt a baj. Azt hittem, hogy Pattel van baj, a gyülekezeti tagokkal van baj, sőt a családommal is. Rosszul viszonyultam hozzájuk. Nem ők voltak az ellenség. Így tudtam megbocsátani, és kezdtem újra örömöt érezni.
Döbbenetes dolog volt újra érezni azt a melegséget, szeretetet és örömöt, amit már évek óta nem éreztem. Feltört bennem a remény, hogy meg lehet menteni a házasságunkat. Teljesen átalakult a két szemem előtt. Arra gondoltam, hogy hát ezért imádkoztam. Isten megjelent az életünkben, és átformálta őt is, és engem is. Csodálatos volt. Ez új dolog volt számunkra. Megtanultuk, hogyan kell megélni és megvalósítani az életünkben a Biblia tanításait. Pat és Gail azt mondják, házasságuk még sosem volt erősebb. Fogalmam sem volt róla, hogy ez ilyen jó lehet. Nem tudtam, hogy ilyen is lehet az élet a házasságban. Ő a legjobb barátom, ő a társam. Tudom, hogy együtt nézünk szembe az élettel, és ez rendkívül jó. Ő az első, akivel meg akarom osztani, ha bármi történik velem. Reménységem van a közös jövőnkben. Annyira hálás vagyok, hogy Isten megmutatta nekünk az élet útját, és hogy hogyan tudjuk együtt élni ezt az életet.